Sziasztok! A mai videóban ki fogom elemezni, hogy augusztusnak ezen a hetén mit viseltem egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, és a többi. Igazából onnan jött az ötlet, hogy a kedvenc Instagram funkcióm, amikor tudjátok időről időre feldobja a sztoriban, hogy mit posztoltál ki ugyanezen a napon egy évvel ezelőtt, vagy x évvel ezelőtt, és mindig meg szoktam nézni ezeket, mert egyrészt szerintem nagyon érdekes látni, hogy pontosan ugyanezen a napon pár évvel ezelőtt éppen mit csináltam, nagyon jól előjönnek belőlem az emlékek, és hát már jó pár olyan szettet láttam, amit a mai fejjel biztos nem vennék fel, de vannak olyanok is, amiket azóta is ugyanúgy szeretek. Szóval gondoltam, üljünk fel a nosztalgia vonatra, és kikerestem, hogy miket viseltem augusztusnak ugyanezen a hetén évekkel ezelőtt, úgyhogy most ezeket fogom elemezgetni. Nos, a hétfői nap az igencsak teljes, ugyanis posztoltam 16-ban, 17-ben, 18-ban, 19-ben is, közben puskázok itt a laptopomról, illetve a telefonomon is csináltam képernyőfotókat ezekről a korábbi képekről. 2016-ban ez a kép, amit most itt láthattok, egy InStyle magazin fotózáson készült, ugyanis ez volt az az alkalom, amikor megnyertem a Maybelline és az InStyle magazin közös versenyét, aminek a keretében utána elutazhattam New Yorkba a divat hétre, szóval ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog volt számomra, és egyébként szerintem az első ilyen nagyobb fotózásom volt, szóval konkrétan emlékszem, hogy azt sem tudtam, hogy így hova kerültem, és ez a szett, amit itt viselek, azt valamilyen kis videóforgatáshoz vettük fel, szóval nem is saját ruha volt, hanem azt egy stylisttól kaptam, de ettől függetlenül nagyon sikerült eltalálni a saját stílusomat, és abszolút olyan dolgokat viselek, ami nekem tetszik. Vagyis hát, amit ugye főleg látszódik ez a kék pánt nélküli felső, ami baromira tetszik, és szerintem csak egy egyszerű farmer short van rajtam, begumizott haj, és egy nagyon szép smink, amit hát magamnak nem tudnék ugyanúgy elkészíteni, szóval ezt a szettet ma is egy az egyben szívesen viselném. 2017-ben posztoltam a zöld power ruhámat legelőször Instagramra, azt hiszem. Tudjátok, ez az a mindenféle módon, formában viselhető zöld ruha, amiről készítettem is egy videót néhány évvel ezelőtt, illetve most is pont a karantén időszakban töltöttem fel ezzel néhány képet. Hát oda voltam teljesen ezért a ruháért, és nagyon szerettem ezt a kis fotózást, vagyis ez egy ilyen kis sufni fotózás volt, ugyanis anyukám készítette rólam ezeket a képeket, és szerintem nagyon jól sikerültek. Ez a ruha továbbra is nagy kedvencem, mert tényleg elképesztő, hogy mennyire praktikus, és hát amit látok, egy ilyen nagyon díszes piros fülbevaló van rajtam, ami azt hiszem továbbra is megvan, de nem hiszem, hogy ma már ezzel venném fel, hanem inkább valamilyen arany vagy bronzszínű fülbevalót választanék mellé. Hát ami nagyon vicces viszont, hogy 2018-ban és 2019-ben ezen a napon pontosan ugyanezt a szettet vettem fel, ezt a piros, pöttyös ruhát, ami úgy tűnik az én jól bevált nyaralós szettem is egyszerre. Viszont annyit már hozzá kell tennem a dologhoz, hogy 2018-ban szerintem abban az évben vehettem meg ezt a ruhát, már akkor is nagyon-nagyon mini volt, és ráadásul elől ennek ilyen furcsa felvágása van, tehát így... Nem azt mondanám, hogy mély a dekoltázsa, hanem a lába között mély a felvágás. Van a lábdekoltázs? Szóval már 2018-ban is egy elég rizikós ruhaválasztás volt, és pont emiatt 2019-ben ezt már úgy viseltem, hogy vettem alá egy rövid nadrágot, szóval egy hosszabb felsőként, úgymond tunikaként vettem fel, mert így sokkal kényelmesebb volt, abszolút megadta még ezt a ruha külsőt, ha így elsőként ránéznétek, viszont azért kényelmesebb volt így sokkal, hogy volt alatta egy szoknya, főleg ha leültem, akkor nem éreztem azt, hogy nagyon-nagyon vigyáznom kell minden pici kis milliméterre, és hát mindkét évben a jól bevált szalmakalapommal vettem fel, és hát vicces, nem gondolnám, hogy nőtt a fejem, de nőtt a fejem, vagy lehet, hogy a kalap picit összement, nem tudom, így a nagy melegnek, meg a picit, ha vizes lett, ennek hatására lehet, hogy picit összement, de úgy érzem, hogy most már kicsi a fejemre, szóval ezért nem is volt rajtam idén, pedig nagy kedvenceim az ehhez hasonló szalmakalapok nyaralás során, úgyhogy majd még szeretnék beszerezni valami másik hasonlót. Ami különbség volt a két szett között, hogy 2018-ban ezzel a nagy kedvenc szalmatáskámmal viseltem, ami azóta is folyamatos sláger nálam így nyaranta, mert
rengeteg dolgot bele lehet pakolni, és ezek a szalmatáskák pedig tökéletesen néznek ki szerintem nyaralásra. Viszont tavaly praktikussági okok miatt egy hátizsákot viseltem, hiszen ez a Woman's Secret szalmatáskának hívják ezt egymás? Egyáltalán. Mi hívjuk szalmatáskának? Ezt csak kézben lehet viselni, mert nagyon pici a fogója, szóval az hosszú távon kényelmetlen, és azért mégis a hátizsák az egy ilyen biztonságosabb, úgyhogy ezért választottam mellé ezt. Minden esetre nagyon vicces, hogy pont ugyanaznap kétszer is ugyanaz a szett volt rajtam. A keddi napról, hát egészen az ősidőkből, 2015-ből találtam egy képet, amit feltöltöttem Instagramra, és hát te jó ég! Ma már egész biztosan nem posztolnék ilyet, vagyis ma egy ilyet nagyon simán kiraknék sztoriban, inkább a szettel van a baj, mert ez egy olyan összeállítás egyébként, amit itthon, ha nem csinálok semmit, akkor ilyet szoktam viselni. Egyébként viccen kívül pont ugyanez. A párduc mintás rövid nadrág van rajta, mert baromi kényelmes, és egy egyszerű fehér trikó, egy fekete trikóval vettem fel, és szinte látom magam előtt, hogy itt valószínűleg az volt, hogy egy forró nyári nap volt, akartam enni valamit, úgyhogy elmentem egy közeli gíroszosba, és nem akartam átöltözni. Hát ma már azért átöltöznék. És ez nem azt jelenti, hogy nem mozdulok ki otthonról úgy, hogy nem tudom, ne venném fel a legjobb ruhámat, vagy bármi ilyesmi, de azért ennél kicsit jobban adnék a külsőmre, mert az inkább otthonra való. Ezután legközelebb 2018-ból találtam magamról képet, amikor ezt a bordó csíkos ruhát viseltem, ami egyébként továbbra is nagy kedvencem, mert egy nagyon kényelmes darab, egy icipicit lehetne hosszabb is. Talán itt ezen a képen annyira nem is látszódik, viszont ma már annyival, hogy egy picikét szélesebb a csípőm, ugye ezzel picit rövidült is. Szóval egy picit lehetne hosszabb, de összességében továbbra is nagyon szeretem, mert egy ilyen tök jó kirándulós nyári ruha, ami jól szellőzik, egyébként ha jól emlékszem, a Talivejből van meg. És nagyon tetszik itt a hajam, azt kell, hogy mondja. Jó, kicsit most hasonlít is a mostanihoz, de elől még picit be van tekerve, és szerintem jól mutat ehhez így az egész szethez. Ezúttal is ez a jól bevált Woman's Secret kerektáska ismétlődik, a papucs szintén továbbra is megvan, is nagyon szeretem, bár azért már kezd picit szétmenni, mert tényleg ezt rengeteget viseltem, és emlékszem, ez a szemüveg a Parfumából van, a nyaralás előtt szereztem be, és akkor nagyon-nagyon tetszett, talán megvan most is, viszont most abszolút azt érzem, hogy egyáltalán nem passzol hozzám, és ez nagyon érdekes, mert így vagyok a szemüvegekkel, a napszemüvegekkel, hogy teljesen beleszeretek egybe, és aztán néhány hónap múlva így visszanézem a képeket, és te jó Isten, hogy bírtam felvenni, és ezzel a szemüveggel pont így vagyok, de azt itt nem is lehet látni most pont. Meglepő módon a szerdai napomról egyik évről sem találtam visszamenőleg képet, szóval gondoltam, hogy a szombatiról fogok beszélni, mert alapból tudjátok, nálam a hét az ilyen videók esetében mindig hétfőtől péntekig tart, de most a szerdai helyet akkor beszéljünk a szombatiról. Az első kép, amit találtam 2016-ból, egy közös kép Dobókatával, és emlékszem, itt a Papa Piának a forgatására mehettem el, és nézhettem be a kulisszák mögé. Egyébként a filmet továbbra sem láttam, de úgy hallottam, hogy nem is hagytam ki vele túl sok mindent, úgyhogy nem hiszem, hogy be fogom pótolni. Viszont ez a fehér ruha, ami rajtam van, ez igazából egy ilyen rövid nadrágos romper, amit egy időben nagyon szerettem, de elég vastag anyaga van, és ráadásul béléses is, és én nyáron nagyon-nagyon izzadós vagyok, szóval nem volt túl ideális számomra, úgyhogy azóta ezt már egy barátnőmnek oda ajándékoztam, aki, ha jól tudom, nagyon szereti. A következő képet ezután 2018-ban posztoltam ezen a szerdai napon, és most már összerakhatjátok a korábbiakból, hogy pont ezen a héten voltam nyaralni Olaszországban, úgyhogy ezúttal is egy nyaralós kép következik. És hát, melyik ruha? Na melyik? Ez a kék, darázsolt felsőjű kockás ruha, amit hát azóta is rengetegszer viselek, szóval ez egy abszolút egy nagyon jó vétel volt, mert tényleg továbbra is a kedvenc ruhadarabom ez a kék ruha, annyira kis kényelmes, nyárias. Ugyanaz a kis hátizsák van rajtam, mint a melyik évből? A 2019-es pöttyös ruhás nyaralós
összeállításnál. Ezt azért szeretem nagyon, mert egy teljesen egyszerű, ha jól emlékszem, egy Pull&Bear táskáról van szó, tehát minden szethez passzol, és na most megnézhetitek ezt a napszemüveget, amiről az előbb beszéltünk. Szerintem borzasztóan néz ki, meg úgy összességében ezen a képen szerintem hihetetlenül bugyut a fejem van. Amikor így elfordulok, az már sokkal jobban tetszik. 2019-ben pedig pont egy sztorit raktam ki, hogy mit viselek aznap, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szett nagyon tetszik, ez egy ilyen tipikusan fruzsis szett, egy kék-fehér csíkos plisszírozott szoknya van rajtam, ami mivel elég bőszabású, illetve hosszú is, egy megkötött felsővel párosítottam, hogy azért mégis kicsit azért mutassak, tehát hogy ezzel ellensúlyozzam a szoknyának ezt az extrém takarását, hogy fogalmazzak így. Ugye ez egy jó barátokos felső a H&M-ből, egy kék táskával párosítottam, ami pont tegnap is volt rajtam, szóval ezt azóta is nagyon szeretem, illetve ezzel a fekete szandállal, ami szintén egy nagyon jól bevált, kényelmes, sok mindenhez passzoló szandál számomra. Úgyhogy ez a szett, ez nagyon tetszik. Térjünk át a csütörtöki napra, erről először is 2017-es posztot találtam, és itt emlékszem, hogy Herceg Hajnival találkoztam egy kávéra, nem is tudom, hogy milyen apropóból. Minden esetre egy rózsaszín csipkés felső van rajtam, amit pont a napokban is viseltem, van is róla most egy friss kép, és erre egy ilyen kekis, kicsit ilyen barnás felsőt vettem. Nem emlékszem, hogy honnan van, viszont azt tudom, hogy ezt eladtam, mert valamiért nem tetszett a szabása, úgyhogy ez már nincs meg, de egyébként ezen a képen így tetszik az összhatás. 2018-ból érkezik is a szokásos nyaralós kép, méghozzá egy fürdőruhás, és ha jól emlékszem, ez egy slogi fürdőruha rajtam, amit lehet pád nélkül is, meg így megkötősen is viselni. Ez az egyik legjobb szállás volt, ahol valaha megszálltam Olaszországba, és oda nagyon-nagyon szívesen visszamennék még. 2019-ből, azaz a tavalyi évből két szettet is találtam. Egyrészt egy esti Instastory-ból látom, hogy ezt a piros rózsaszín csíkos félvállas overallt viseltem, ami, ha jól emlékszem, mangós, és nagyon szeretem, szóval ezt biztosan fogom még viselni. Egy igen feltűnő darab, de pont ezt szeretem benne, meg egyáltalán nem szokványos egyrészt a szabása sem, illetve ez a színösszeállítás sem, úgyhogy ez nagyon tetszik. El is érkeztünk a pénteki naphoz, 2017-ben posztoltam ezt a képet, amin ez a kék-fehér csíkos, nem is csíkos, nem tudom milyen cikcak mintásnak hívjuk, ruha volt rajtam. Itt erre emlékszem konkrétan, hogy ez a 2017-es Sziget Fesztivál előtti napon volt pontosan, mert volt a H&M-mel egy ilyen együttműködésem, és választottam egy szettet, amit aztán másnap felvettem a Szigetre, és pont akkor mentem kiválasztani ezt a ruhát. Továbbra is megvan ez a ruha, ami a tavalyi nyaraláson is rajtam volt. Ritkán szoktam viselni, mert egy nagyon feltűnő darab, ami valahogy nem tudom, úgy érzem, hogy egy évben egy-két viseléssel valahogy ki tudom maxolni, mert ez a csíkozás valahogy annyira, nem tudom, így benne marad a fejemben, de lehet, hogy ez tök érthetetlen, amit mondok, minden esetre ez az érzésem ezzel kapcsolatban, de egyébként tök jó látni ezt is, hogy annyira élénken előjönnek belőlem az emlékek, és el is érkeztünk a szokásos 2018-os nyaralós képhez, ami megint csak egy fürdőruhás fotó volt, és ez egyébként talán az egyik kedvenc nyaralós képem. Nagyon szeretem a hangulatát, annyira jól néz ki rajta ez a kék-fekete kontraszt szerintem. Ez egy Women's Secret fürdőruha, amit itt viselek, egyrészes, de itt oldalt, mindkét oldalán nagy kivágások vannak, és nagyon szerettem ekkor ezt a fürdőruhát, viszont úgy érzem, hogy most már nem igazán áll nekem jól, úgyhogy nem hiszem, hogy egy darabig lesz rajtam, még lehet, hogy kísérletezek vele, minden esetre akkor ott ezt nagyon szerettem, és ezt a képet is nagyon szeretem. Nos, nem tudom, hogy ez csak nekem volt érdekes, hogy visszanéztem ezt az augusztusi hetet így évekre visszamenőleg, minden esetre én jól szórakoztam, és remélem, hogy azért számotokra is érdekes volt, esetleg előjött belőletek egy kis nosztalgia, ha esetleg már akkor is követtetek, amikor ezeket a képeket posztoltam, és ha ti is gyakran töltötök fel képet Instagramra, vagy Instastory-ba, akkor ajánlom nektek, hogy ti is tartsatok egy ilyen kis nosztalgia vonatot, mert szerintem tök jó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek közül melyik szett tetszett nektek a legjobban, melyik
fotót, hogy melyik posztot szeretitek a legjobban, írjátok meg kommentben. Most pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!